Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez itt a filmes legújabb epizódja. Ismétlen látogattunk a Dunaszerdai Cinemax moziba, ahol egy Marvel filmet, Thor szerelem és mennydörgés címen néztünk meg Petivel. Megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy Marvel filmrajongó, nem is láttam sok Marvel filmet, és épp ezért nagyon félve jöttem el a moziba, ugyanis én bennem az a tény, hogy ezeket a filmeket ilyen 10-15 éves korosztálynak készítik. Kicsit elborzasztott, tehát hogy nagyon féltem, a másik, ami miatt megféltem, hogy most hogy fog kinézni, hogyha nagyon nem tetszett a film, és beszélnem kell róla a kamerába, viszont óriási pozitív meglepetés volt. No, de ezt ne lőjük még el előre. Azt tudod, hogy hányadik Thor film ez? Fogalmam nincs. ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a negyedik Thor film, és ez a nyolcadik ilyen Marvel film, amiben szerepel Thor, és ez a 29. Marvel film. Szóval ez így elmondva amúgy, ez 2008 óta, tehát nem is annyira hosszú idő alatt, 29 Marvel film, úgy 2000 óta már 60 ilyen Marvel film készült, de ez a 29 az összefügg. Tehát ez direkt ilyen Marvel Cinematic Universe, és ez baromi sok. Szerintem ez ilyen gyorsan, tehát hogy ennyi James Bond, vagy ennyi Jurassic Park, semmi nem készült, Harry Potter sincs ennyi, űrűkor sincs ennyi. És Peti, te mennyit láttál a Marvelos filmekből? Hát 29-et. Ja, hát természetesen elnézést, hülye kérdés. Minden moziba. Nagyon jó. Nem, azt a kettőt nem moziba láttam, de a többit igen. És neked mivel, hogy van viszonyítási alapod, így a mostani film, amit láttunk, ez a Thor, ez a többihez viszonyítva, vagy hogy többihez képest? No, ezt a filmet ugye Taika Waititi rendezte, aki mostanában nagyon menő rendező, ugye rendezett egy Mandalorian epizódot is a Disneynek, mert őt nagyon megkedvelték a Disneynél, de amúgy rendezett egy csomó ilyen művészibb, vagy ilyen komolyabb filmet, mint például a Hétköznapi Vámpírok, ami egy rohadt vicces, ilyen szituációs, vámpíros. A Jojo Rabbitot A Jojo Nyuszit ő rendezte, az is egy nagyon vicces film, ugye Hitlert játsza benne, igen, igen. A Hitlert, mint jó barátot. Hát, egy nagyon jó filmrendezőről van szó, csak ilyen blockbuster stílusban hát, is megtalálta a Disney, és az előző Thort is ő rendezte. És így, hogy kérdezed, hogy mi a véleményem úgy, hogy én ezt ütönvágom ezt a így témát, van. Én azért szeretem ezeket a filmeket, nekem is megvan vele a problémám, és én is úgy örök már, úristen, még egy Marvel film, ez kinek hiányzik. Mm. Csak én imádom a képregényeket. És egy nagyon furcsa dolog ez, hogy ennyire népszerűek, nem is értem igazából okát. Jó, oké, látványos filmek, meg vicces filmek, meg tényleg egy korhatár nélkül mindenki nézheti. Igen, kisgyerekek amúgy szerintem nem kisgyerekek nem való, főleg az a útor, de tényleg mindenki nézheti, értem. Ez miatt sikeres, de hogy ennyi film miatt sikeres, ezt annyira pontosan nem értem, főleg úgy, hogy a képregények az egy szubkultúra. Tehát, hogy az oké, hogy mindenki vágja, hogy ki a Amerika kapitány, vagy a pókember. Vagy a Superman. No, de te olvasol képregényt? Ritkán, de nem igazán. Nem. Úgyhogy érdekes, és hogy ott kérded, hogy mit szólok hozzá, nos, nekem is tetszett pont azért, mert neked. Tehát, hogy kilóg egy picit azért a sorból, valljunk be. Totál kilóg. Vagy akkor most mindegyik ilyen, és akkor érdemes lenne nekem is megnézni mind a 29-et. Nem mindegyik ilyen. Na, látod, igen, akkor nagyon kilóg a sorból. Igen. Mert én imádtam. Nekem ez egy óriási szórakozás volt ez a két óra. No, tehát, hogy ha mondanám, hogy nézd meg a Ragnarököt is, a előző részt, de nem ilyen lesz. Sokan hasonlítják, mert azért hasonló, meg Waititi is, meg sokan mondják, hogy ez nem is annyira Waititi is, hanem az volt az. Aha. Szerintem nem, szerintem ez sokkal. Úgyhogy nem biztos, hogy tetszene neked az előző. Ez nagyon kilóg, szerintem. Úgyis, még szerinted is kilóg, aki nem is látta igen, a többi filmet. Igen, mert azért így elképzeltem magamnak, hogy a többi milyen lehet, és ahhoz képest ez, hát eleve az, hogy nem iszolyogtam tőle, tehát így, szuper volt, tényleg. Nagyon nehéz, hogyha azt akarnánk mondani, hogy kinek ajánljuk ezt a filmet, nehéz, mert lesz olyan ember szerintem, aki elhányja magát, mert annyira beteg humora van. Hát igen, kicsit ilyen csupaszpisztolyos már. Abszolút csupaszpisztolyos, 5 éves gyerek szinte van. Közben van egy nagyon erős dráma, ugye visszakapjuk Natalie Portman-t, a film tele van rohadt jó színészekkel, Russell Crowe, Christian Bale, benne van ugye Chris Pratt is, meg a Galaxis őrző. A rendezőnk is játszik. Taika Waititi, mint CGI szereplő, és akkor még megkapjuk Natalie Portman-t is Chris Hemsworth mellé, aki
nagyon jól beszél. Mindenki brillírozik. És pedig icipici, olyan pici dráma van benne, és az is milyen szépen el van játszva. Szuperul, kibontva. Szerintem ezt nagyon élvezte amúgy, és szerintem ezért is vállalt el az a rendőr. Jó, meg a sok millió lóvéért, de valószínűleg azért is vállalt el, mert ír egy ilyen listát a Disneynek, hogy kik legyenek a színészek, aha, és akkor az okay, mindent el van intézve, igen, tesó, igen, legjobb. És nagyon érdekesen változik a tiszta komoly dráma és a így van, 5 éves óvis humor, de amúgy picit talán a óvis irányba dől jobban a film. De nagyon, nem baj, nem baj ez. Nem baj. Abszolút nem baj. Na, én mikor vége lett, mikor elkezdtek, nem tudtam megszólalni, mondom, én ilyet még nem láttam. Szóval. És ha rengeteg a történés. Mindig történik valami. Mindig történik valami, bár azt hozzáteszem, hogy szerintem amúgy nem annyira látványos, mint a régebbi Marvel filmek. Nagyon sok jelenet este játszódik, nagyon sok akció koreográfia, nagyon közelről van mutatva, nincs annyira kidolgozva. Uh-huh. Látszik, hogy itt meghúzták a direkciót, meg ugye a Covid is szerintem bejátszott. Úgyhogy egy nagyon drága filmről beszélünk, és mégis talán a, szerintem a látvány csillog-villog, gyönyörűen meg van csinálva, de mégse üt szerintem a látvány. Főleg, hogyha egy ilyen végjáték, vagy mit tudom én, ilyen bosszú állók filmekkel hasonlítod. De még előző Thorok is szerintem szebbek voltak. Szerintem menjetek el rá a moziba, ennyi. Nem, hogy mindenki én menjen szerintem el rá a moziba, az egye össze magát. Akinek van ellenérzése ezekkel a filmekkel kapcsolatban, van, nyugodtan megnézheti, nem azért nem fog tetszeni, mert Marvel film, mert tucat film, hanem azért nem fog tetszeni, mert egy baromság, mert egy idióta film. Viszont nekünk meg pont ezért tetszett. Így van. Bátor. Így van. Aki nem Marvel rajongó, vagy nem nézett eddig Marvel filmeket, szerintem ő is menjen el. Ha nem tetszik, akkor kövezzetek meg engem. Igen, én ajánlottam. Én nem ajánlom. Én ajánlom, totálisan ajánlom, és találkozunk legközelebb szintén a moziban. Igen, ami meglátjuk, hogy nem soká jön a Nope című film, igen, aminek nem, vagy valami ilyesmi magyar címe, nem is tudom, ami egy Jordan Peele-nek a UFO-s, inváziós, igen, családi... Igen. Ez nem derült ki teljesen, de igen, valószínűleg valami ilyesmi filmről van szó, szóval ezt nagyon várjuk szerintem, ez egy nagyon, nagyon kis gyöngyszem, vagy egy ilyen különleges film lesz, meg a Brad Pittnek is lesz egy ilyen vonatos, akciós, ja, Bullet Train, igen, igen, vagy igen, Bullet Train című filmje, ami pedig ilyen igazi, mit tudom én, Z-kategóriás akciófilm. Igen, a jó értelemben vicces akciófilm. Így van. Találkozunk, sziasztok! Sziasztok!